Engedjék meg, kérem, hogy mindenek előtt átadjam a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökének, Kelemen Tibor elnök úrnak a tiszteletteljes üdvözletét, és egyben gratulációját is a kiírói tanács, a támogatók és a lebonyolító szervezetek munkáját illetően, hiszen az RMD ez a tavalyi évben is úgy gondolta, és idén is úgy gondolja, és valószínűleg a következőkben is szeretne emellett az érték és minőség nagydíj pályázat mellett teljes mellszélességgel kiállni, hiszen a szakpolitikusaink elnök úr is egyetért abban, hogy a szülőföldön való boldogulás és a családoknak az otthontartása és a megfelelő életszínvonal megteremtése az a következő nagy feladat, amely előttünk áll az erdélyi magyar közösség életében. És ehhez, ennek a gondolatnak a mentén készítettük el a Kóskároly tervet, ami gyakorlatilag az erdélyi gazdaságfejlesztés prioritásait fogalmazza meg, és amelynek nyomán tulajdonképpen 2017-ben létrejött a mi alapítványunk, a Proekonomika Alapítvány, amely a magyar kormány támogatásával, egészen pontosan a Magyar Külgazdaság és Külügyminisztérium forrásainak a felhasználásával nyújt gazdaságfejlesztési vagy gazdaságélénkítő támogatásokat az erdélyi vállalkozóknak és az erdélyi mezőgazdasággal foglalkozó magánszemélyeknek. Én azt gondolom, hogy felismerve azt, hogy a gazdaságban való megerősödése a közösségnek azt hozzá fog segíteni bennünket az identitásunk megismeréséhez, ez a munka, amelynek során az alapítványunk keretében mi már több száz vállalkozó és család jutott támogatási forráshoz. Ez gyakorlatilag azt a célt kívánja elérni, hogy ezek a vállalkozások versenyképesebbé váljanak a helyi piacon, vagy nem csak, akár a nemzetközi piacon is. A versenyképesség meg ugye együtt jár a minőség emelkedésével, és hogyha már a minőség emelkedett, akkor értéket hoztunk létre, úgyhogy véleményünk szerint így kapcsolódik össze az RMDS szakpolitikai munkája, a Proekonomika Alapítvány munkája és az önök tevékenysége. És azt gondolom, hogy a következő évben is talán egy, vagy ebben az évben és a következőben is egy sikeres közös lebonyolításban fogunk tudni részt venni. Az RMDS továbbra is azt véli, hogy ahhoz, hogy Erdélyben egy erős közösség maradjunk, ahhoz nem csak a természet és a kulturális adottságainkat kell védenünk, hanem védenünk kell a gazdasági létünket és annak a továbbfejlesztését is. Éppen ezért teszünk azért, vagy igyekszünk tenni azért, hogy a vállalkozások azok minél több fejlesztéshez tudjanak hozzájutni. És hogyha erősödnek a vállalkozásaink, akkor azt gondolom, hogy jelentős szerepet tudnak majd betölteni abban a gazdasági erőtérben is, amelyet ugye szeretnénk a Kárpát-medencére kiterjesztve, gyakorlatilag egy ilyen magyar Kárpát-medencei gazdasági erőtérként létrehozni. És véleményem szerint ma már vannak olyan jelentős és erős vállalkozások az erdélyi piacon, akik bármikor megérdemlik termékeikkel vagy szolgáltatásaikkal az érték és minőség védi egy tanúsítványt, úgyhogy bátran tudnak beszállni ebben a bizonyos versenybe, és erre biztatni is fogjuk őket, hiszen azt látjuk tapasztalatunk szerint a tavalyi év kiírása során is, hogy a tudatos vásárló ma már nem egy idegen kifejezés erdélyi körökben sem, és egyre inkább keresik a vásárlók a különböző tanúsítványokkal rendelkező termékeket, úgyhogy azt gondoljuk, hogy a versenyképesség mellett, amelyért nyilván szakpolitikai döntésekkel tudunk tenni, igyekszünk a minőség és az érték létrehozását is támogatni. Úgyhogy mindehhez sok sikert kívánok majd a pályázóknak, a lebonyolítóknak egyaránt, és természetesen mind az RMDS, mind a Proekonomika Alapítvány nevében csak ígérni tudom, hogy igyekszünk teljes mellszélességgel helytállni itt a pályázati folyamatban is. Köszönöm szépen!